aki nem találkozott a Dubán névvel, akkor az vagy nem volt dobos, vagy nem volt ütős. Feller Sándorral megnyitották a Dubán Feller hangszerszalont. Dubán Feller csodát tesz, olcsón ad és drágán vesz. Egy Isten áldása a Dubán Dezső név. Minden Kovács Gyura tanítványnak ugye Dubán dob kellett, amit a mester használ, ugye hát az etalon. Ugye hát ez úgy volt a fejünkben, mint a Beatles, vagy valami. Tehát egy ilyen óriási valami, elérhetetlen. Akkor kerestünk minden, hogy valahogy egy hangszert, Gyöngyös környékén sikerült egy piros műbőrrel beborított állótam, pergő és egy nagy dob. Tehát akkor jó néhány éven keresztül dubár szuperként keresték a dobjainkat. Mikor bejött a két felsőtamos divat, hogy már legyen két felsőtam egy dobon, akkor már Dubán extra szuper volt. Hatalmas Dubán felirat, NG és Dubán zászló 2. Tehát én ennyire képviseltem a céget. Hát azzal játszottam P-mobilban, és a több lemezt is feldoboltam ezzel a cuccal, és ez az Eddában, és ezzel kezdtem az Eddás pályafutásomat, nem is tudom, legalább 2 évig. Úgyhogy nagyon meg voltam vele elégedve. Körülbelül a 2000 dobfőszerelés készülhetett a pályafutások alatt, amiből szerintem a negyedét, tehát 500-at szétszórva az országba elképzelhető, hogy a mai napig használnak. Belülről a lábdob olyan, mintha így fel lenne késsel, így vésve, vagy nem tudom, nagyon régi, de szerintem nagyon menőn néz ki belülről is. Megmondom őszintén, mikor elkészült az üzlet, és 1994 őszén megnyitottam, elsírtam magam. Hogy volt a Dezső boltja, ami egy picike, de jól felszerelt aranyos bolt volt a Dezsővel. Lett egy új bolt, a Tantando Centrum, ami ugye teljesen új volt, egy lényegesen nagyobb, más választékkal, de itt nem volt egy Dezső. Mindenben menetet vág, a menetet átfúrja, arra még menetet vág, szóval mindent meg tud csinálni. Elképesztően elhivatott szerintem. Szerelmes volt mindig is abban, mit csinált, szerelmes a hangszerekben. Az összes dobosnak így az apukája, tehát ez nagyon jó dolog, hogy ő van. Legyen sokáig.